könnyed limonád és limonádé. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban meg fogjuk nézni, hogy két nagyon régi videóm TBR-ját mennyire teljesítettem. Szóval 2018-ban és 2019-ben csináltam olyan videót, hogy az olvasatlanok, és ez alatt azt értettem, hogy olyan könyvek, amiket én el akarok olvasni, és meg vannak itthon. Eredeti koncepcióban olyan könyvekkel, amik nem saját könyveim. Mert nyilván azért olvasatlan, mert majd el akarom olvasni, és azért van a polcomon. De nagyon sok olyan könyv volt, ami így nem tudom, meg volt anyáéknak, vagy tesómnak, és így el akartam olvasni, és akkor ezeket szedtem össze egy videóba. És azt hiszem jött már egyébként olyan komment így utólag arra a videóra, hogy amúgy mennyit olvastam el ezek közül. Úgyhogy most megnézzük. Összeszedtem, összeértem az összes könyvet ebből a két videóból. És megnézzük, hogy melyik az, amit elolvastam, és melyik az, amit nem. Szóval, akkor kezdem azokkal a könyvekkel, amik a 2018-es videómban voltak. Remélem, senki nem fogja emiatt visszanézni azokat a videókat, mert annyira régiek, hogy már az indexképüktől is rosszul vagyok. Első, Karen M. McManus-től a One of Us is Lying, azaz lehull a leppel talán magyarul. Erről a könyvről annyit beszéltem a csatornán, hogy valószínűleg egyértelmű, hogy igen, én ezt a könyvet elolvastam, és nagyon-nagyon szerettem. Következő, Fabian Jankától az utolsó boszorkány történetei. Ezt a sorozatot is egyébként végigolvastam, és egyébként tök jó volt, pedig mikor én ezt olvastam, annyira nem voltam ilyen történelmi romantikus, magyar szerzős történelmi romantikusban, meg abszolút nem voltam benne, de kellemes olvasmányélmény volt. Hát már 2018-ban is mondogattam, hogy el fogom olvasni, vagy hát el kéne olvasnom a Kardok viharát. Nem jött ki az utolsó Trónok harca évad. És azóta eldöntöttem, hogy csak akkor fogom folytatni, hogy gyűrűk urát. Trónok harca könyveket, hogyha kijön az összes része. Ez azóta se történt meg, úgyhogy nem is olvastam a Kardok viharát. Nem tudom, valaha be fogom fejezni ezt a sorozatot. Tehát szerintem van ebben a listában egy-két dolog, ami emmánál van, és nem fogom tudni mutatni. Ebből az egyik, Patrick Nextől a Szólít a szörny. Ezt nagyon-nagyon szerettem, ezt a könyvet. Következő, Matt Haig-től a How to Stop Time. Én ezt a könyvet nagyon utáltam. De elolvastam. De nagyon utáltam. Aztán itt van még ebben a listában, amit el akartam olvasni, a leleményes Hugo Cabré Brian Selznick-től. Szintén elolvastam. Egyébként az az érdekes, hogy ezek közül a könyvek közül szerintem egy csomót nem sokkal azután a videó után olvastam el. Még talán abban az évben egyébként. Akkor még nem volt annyi olvasatlan könyvem a saját polcomon, és így nem úsztam el a könyvvásárlásokkal, és tudtam a többi könyvre is koncentrálni itthon, nem csak a sajátjaimra. Szintén egy traumatikus élményem, és szintén benne volt ebben a listában a Beautiful Creatures, csodálatos lenyűgöző teremtmények, valahogy így volt a magyar címe. Ebben a listában szintén szerepelt még az Amit sohasem mondtam el, amit szintén nagyon gyorsan olvastam a lista felállítása után. Ja, és ráadásul nagyon-nagyon jó volt az Amit sohasem mondtam el. Úgyhogy abszolút megértettem azok után, hogy miért a tesóm kedvenc könyve. Seven Days of Us, ez az egyik kedvenc karácsonyi sztorim lett. Bár csak lenne több ilyen karácsonyi sztori, mint ez. Bár le lenne fordítva magyarra, mert akkor jobban tolhatnám emberek arcába, hogy olvassátok. Hát, ha egyszer. Azután a The Beginning of the World in the Middle of the Night, ez Jen Campbell-től egy novellás kötet. Amennyire emlékszem ebből a könyvből az, hogy ilyen nagyon, nagyon WTF novellák voltak benne, de hogy amúgy tetszett. És most Emma kirakta, úgyhogy én át is hoztam a saját polcomra, úgyhogy most már az enyém. A nagymamám azt üzeni, bocs, az első Frederick Bachman regényem volt. Majdnem mondtam, hogy azóta sem olvastam többet, de elolvastam a hazafelé vezető út minden reggel egyre hosszabbat. De azóta sem olvastam így nagyon több Frederick Bachman, pedig nagyon kéne, mert ez egy nagyon jó könyv volt. Esti mesék lázadó lányoknak szintén elolvastam. Emmának szintén megvan a Távol a világ zajától angolul. Abban a filmet nagyon szerettük, és azért is akartuk elolvasni a könyvet, tehát ő is azért vette meg. Én valamiért úgy emlékszem, hogy ő szenvedett azzal a könyvvel, és ezért nem olvastam még azóta se, de azóta meg Andi és Avilda olvasták, és oda meg vissza vannak tőle, és most teljesen össze vagyok zavarodva, hogy mi a helyzet azzal a könyvvel, de továbbra is el szeretném olvasni, viszont még mindig nem tettem meg, úgyhogy
majd egyszer csak igyekszem rá sort keríteni. Keeper of Lost Things, ennek a szemmel van magyar fordítása, vagy már akkor is volt. Még mindig nem olvastam ezt a könyvet, mert így abszolút nem is emlékszem soha, hogy ez miről is szól. Viszont Emma szintén kirakta, és mivel el akarom olvasni, ezzel gondoltam, addig átrakom a saját polcomra, úgyhogy ott várja a sorát, hogy hát, ha egyszer olvasom. Aztán volt két Jenny Colgan kötet ebben a listában, az egyik a Találkozunk a Cupcake kávézóban, a másik pedig a The Little Shop of Happily Ever After. Mindkettőt olvastam, ez jobb volt. Ez annyira nem, mert ebben a romantikus szál, azt hiszem, emlékeim szerint nem volt olyan erősen benne. Az A Sexy Serpentet nem olvastam, és szerintem ideje levennem a várólistámról. Az a helyzet, hogy most nem emlékszem, hogy Emma abba hagyta-e, vagy végig küzdötte magát rajta, meg így amúgy erről a könyvről azóta nem hallottam túl sok. Gyönyörű! Tényleg, meg most csinálnak is belőle a sorozatot, de hogy magáról a könyvről nem hallottam annyira jókat, úgyhogy szerintem ez már nem lesz elolvasva. És ez egy ilyen 17 plusz 1-es lista volt, mert benne volt a Sosehol, ami azért volt plusz 1, mert ez saját könyv volt, nem máshonnan, viszont ezt is elolvastam. Ebből a videóból 18 könyv volt benne, és 4-et nem olvastam csak el azóta se, úgyhogy szerintem ez egy tök jó arány. És akkor térjünk át a 19-es videó könyv alanyaira. Na hát, a 19-es ugyanilyen típusú videóban velem volt a Babaház úrnője. Nem olvastam, viszont azóta anyáik, vagy hát apa olvasta, nagyon fölhypolta, meg megnézték a sorozatot, és most már nagyon érdekel, úgyhogy nagyon el kéne olvasni. Egy amerikai házasság, ezt elolvastam azóta, ugyanis ez BookTube könyvklub havi közös könyv volt a könyvklub második hónapjában indulás után, úgyhogy én akkor kaptam az alkalmon, hogy ezt végre elolvashassam. Oké, aztán itt van Tolkientől a Kullervo, amit nem olvastam még azóta sem. A 19-es összeállított listámban sokkal randomabb könyvek vannak. Már szerint. Mármint, hogy olyanok, hogy így, ja, ha már megvan, elolvasnám őket, de hogy nagyon nem érveznek annyira prioritást. Úgy érzem, hogy ott már így annyira nem... Ott annyira nem jól állítottam össze, amit olvasni kell az itthoni könyveink közül listámat. Hát ebben a listában, amik benne volt az utolsó Boszorkány lánya, mert szerintem pont előtte olvastam a másik két részét, és ezért tettem bele ezt, elolvastam, befejeztem az egész sorozatot, úgyhogy... Ja, ezt elolvastam. Fabian Jankától még beleraktam a Búzavirágot is, mert ez is megvan nekünk, de nem, azóta nem olvastam több Fábián Jankát, mióta befejeztem az utolsó Boszorkány történetei sorozatot. Hát a klasszikus várólistám az sír. Vannak ilyen nagy klasszikusaink, mint a Jane Eyre, meg az Üvöltőszelek. Nem jutottam még el idáig. Pedig nagyon kéne. Nem tudom megmagyarázni a horror störmér volt benne ebbe a listába, mert az még csak nem is Emmáé, de lehet azért, mert hogy itt tengődött nálunk. Mindegy, a horror stört elolvastam, nagyon érdekes volt, mert az egy ilyen bútor katalógus bon formátumban volt megírva. Német Percy Jackson, ez már akkor is az én könyvem volt. Tavaly megpróbáltam elolvasni a Pokémon Readathon alatt, azt hiszem. Nem, ez a könyv, ez németül nem. Tehát nem a könyv, a német. Nem bírom a németet. Azt hiszem 2 vagy 3 fejezetig bírtam, és utána azt mondtam, hogy nincs az az Isten, hogy én ezt most végigolvassam. A Christmas Days című novellás kötet, ami ilyen karácsonyi novellákat tartalmaz, azt elolvastam tavaly előtt, karácsonykor, azt hiszem. Aztán abban a listában szerepelt még a Two Can Keep a Secret. Ezt is elolvastam, szerintem ez egy erdélyi buszozás alatt volt nyáron. Azon a 19 nyarán olvastam ezt szerintem. És hát az Amit sohasem mondtam el utána, Kis tüzek mindenütre is kíváncsi voltam, és ezt is elolvastam. Szerintem ez is 19-es olvasás lehetett. Vagy 20 elején olvastam a kettő közül valamelyik. De nekem az Amit sohasem mondtam el, az jobb volt. A Kis tüzek mindenütt is jó volt, de az Amit sohasem mondtam el sokkal jobb volt, szerintem. A Tűz és jégvilágát, itt van, az ott bazi nagy. Beletettem ebbe a listába, de a Tűz és jégvilágát egyébként évek óta mondogatom, hogy szerintem soha nem fogom elolvasni, mert nagy, nehéz, trónokharcot töri, és még a sima trónokharcákat se olvastam, úgyhogy nem tudom ennek a könyvnek mi lesz a sorsa, de nem olvastam még. Azután itt van a The Comet Seekers, amit 2020 telén elolvastam, és ez egy ilyen kicsit ilyen
időbeli utazós, bonyolult, fura sztori volt, de amúgy jó volt. És az utolsó ebben a 18-as, nem, 19-as listában Graham Nortontól volt a Holding, és ezt még mindig nem olvastam. De most már van egy polcom molyon, amiben kifejezetten gyűjtöm azokat a könyveket, amik tudom, hogy megvannak vagy Emmáéknak, vagy anyáméknak, már azokat látom itt a könyves polcon is, de a lényeg, hogy így most már van molyos polcom, és ott egyértelműbben látom, hogy mi az, ami megvan valahol a családban. Jó, hát összességében igazából a 2019-ben készített videómat kevésbé teljesítettem, mert ott 15 könyvből 7-et nem olvastam el. Végül is felét elolvastam, az azért elég jó. Igen, de a 18-as videóhoz kép, a 18-as olvasatlanos videóhoz az jobb teljesítmény volt, úgy érzem. És lehet kéne neki egy harmadik kört csinálni. De igen, szóval ezzel az olvasatlanos összegyűjtős dolgokkal így állok, amúgy ahhoz képest szerintem egész jó, mert több mint a felét elolvastam ezeknek a könyveknek már. Most már azért nem olvasok annyira ezek közül, mert megvettem az új polcomat, és sokkal több könyvem van, olvasatlan könyvem, mint eddig szokott lenni, mert régebben olyan, az úgy nézett ki, hogy ha vettem egy könyvet, azt általában el is olvastam, és ezért volt ez, hogy mazsoláztam a többi polcról a házban. Viszont most elszaladt kicsit velem a ló könyveseles terén, mert most már nem fog vissza a tudat, hogy nem tudom hova pakolni a könyves polcon. És ez egy ördögi kör, mert így csak veszem a könyveket, de nem tudom olyan gyorsan olvasni, és így hiába vannak már alapból itt olyan könyvek, amiket el szeretnék olvasni, nem jutok el hozzájuk, mert a sajátjaimat is kéne. Ilyen egy könyv mai élete. Ja, mi nem úgy egyébként egész büszke vagyok magamra, egész sok mindent elolvastam ezek közül. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like-gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal.